jegybe buruljál! Tovább zajlanak a munkálatok a Szekszárdi turisztikai központ területén. Már családok, csoportok vagy cégek is igénybe vehetik azokat a szolgáltatásokat, amiket a kikapcsolódni vágyók számára nyújtanak. Jámborni Inger Nikoletta, a project manager elmondta, a kajakkenu sportákban fontos szerepe van a fenntarthatósági tényezőnek. A versenysport és a turisztikával történő összefonódás egyedülálló az országban. Elkészült a Szekszárd megye jogú várossal konzorciumban, ugye itt a SIO projekthez kapcsolódóan egy gyönyörű beruházás, melynek köszönhetően az a stég is, ahol állunk, létesült. Ez megkönnyíti a vízreszállásunkat, illetve a pihenőtér is itt rendelkezésünkre áll, úgyhogy innen nagyon jól tudunk indulni a csoportokkal, illetve hát a túra után van egy kis terük, ahol meg tudnak pihenni nálunk. Hozzátette, a soron következő fejlesztési projekthez tartozik az öltözőkapacitás bővítése, hogy minél többen élvezhessék a túrázás által nyújtott lehetőségeket. Ehhez kapcsolódóan már komoly előkészületek vannak, hiszen a tervező elkészítette az engedélyes tervekhez szükséges dokumentációt, ezek jövő héten beadásra is kerülnek a szükséges hatóságokhoz, úgyhogy bízunk abban, hogy az idei évben ez a kivitelezés meg is valósul. További tervek között szerepel még túrázást segítő tárgyi eszközök beszerzése.